Gábor, egy fantasztikus győzelem, igazából erről, főleg a második félidőről, de az akár az egész meccsről szuperlatívuszokban is lehet beszélni, hiszen veretlen maradt a csapat, megnyerte a csoportot egy magabiztos játékkal, fantasztikus teljesítményekkel, mint Szíje Szolberg, Stine vagy Lukács Vica, de az egész csapat remekül játszott. Milyen volt ez a mérkőzés? Két ellentétes félidő volt, hogy láttad te ezt? Nem is az a jó szó, hogy ellentétes. Az elsőben se játszottunk rosszul. Már akkor, tehát a másodikban nagyon jól játszottunk, extra top szinten játszottunk 30 percen keresztül, kezdve a védekezéssel, de a támadás befejezéssel is. Az első fél idő az nem volt rossz, főleg védekezésben, a támadásban voltak gondjaink, sok helyzetet hagytunk ki, 20 körül lőhettünk volna gólt, azért ez egy ilyen csapatnak egy feladat nem rossz, de tudom, hogy most ebben a periódusban, amiben vagyunk, ez nem elvárható és nem természetes. Úgyhogy a második fél évben tudtunk emelni, elsősorban a koncentrációnkon. Azt gondolom, a kondíciónkkal soha nem volt probléma. Most is látszott, hogy a második fél évben gyakorlatilag tudtunk lőni 6-8 könnyű gólt. Az mindig azt mutatja, hogy milyen állapotban vagyunk egyébként, nagyon jellemző ránk. Úgyhogy összegészébe véve talán az egyik legjobb teljesítményt nyújtottuk összegészébe a BL-be, de a második fél idő az azt gondolom talán a legjobb is volt.